A tartományi kormány a felsőoktatási és tudományos kutatási titkársággal, a regionális fejlesztési titkársággal és a helyi önkormányzatokkal együttműködve azokat a vajdasági településeket támogatja, amelyek a harmadik és a negyedik kategóriába tartoznak a fejlettség szempontjából. A legfontosabb az önkormányzatok fejlesztése, az új gyárak megnyitása és a munkahelyteremtés, hiszen így lehet tartós megoldást találni a jelenlegi helyzetre, nyilatkozta György Milicevics, a tartományi kormány alelnöke. Mindannyiunknak az a véleménye a tartományi kormányban, hogy meg kell találni a módját annak, hogyan segíthetünk a polgároknak, akiknek erre van szükségük. Valójában az a célunk, hogy fejlesszük ezeket az önkormányzatokat. Az utalványokat, amelyeknek az összértéke meghaladja a 190 ezer eurót, a kedvezményezettek élelmiszer, víz, tisztálkodási szerek és háztartási cikkek vásárlására használhatják fel. Magyar Csernye község lakosságának 20%-a részesül szociális segélyben, nyilatkozta Deján Pánics, polgármesteri tanácsos. Magyar Csernye önkormányzata jelentős pénzösszeget fordít a szociálisan hátrányos helyzetű polgárok életkörülményeinek javítására. Ez a támogatás valójában a már évek óta működő projektünk frissítése. A tartományi kormány 2019-ben is folytatja az infrastrukturális projekteket, külön hangsúlyt fektetve az egészségügyi beruházásokra, tette hozzá a tartományi kormány alelnöke.